harmadik fokozatba kapcsolt a Kapos Hegyháti Naturpark. Az előkészítés és a cím elnyerése után meg kell tölteni a tartalommal. Ennek egyik pontjaként naturparki képzés indult a város összes óvodájából delegált pedagógusok részvételével. Több héten keresztül úgynevezett módszertani anyagokat fognak kidolgozni, ám előtte a Naturpark alapfogalmaival, illetve a helyi természeti és épített értékeivel ismerkedtek meg az óvodapedagógusok. Mi azt várjuk tőlük, hogy miután az alapismeret meg lesz, ők tudják azt, hogy ennek az óvodás korosztálynak mit milyen formában lehet közvetíteni, hiszen az elképzelésünk az, hogy már az óvodai szinten elkezdeni a naturparki oktatást, aztán azt folytatni iskolákban. Az egész naturparki szellemiség átadására Kis Gábor naturparki szakértő lesz a pedagógusok segítségére. A tervezet szerint egész tavasszal lesz a képzés, és szeptembertől pedig a Óvodák programjába már be is kerül. Apró Nehézséget jelent ebből a szempontból, hogy maga a pályázat az a dombováriaknak szól, tehát a résztvevők mind itt helyből vannak, viszont a, a, a gondolkodásunkban természetesen már ez a térség van, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen maga a Naturpark is egy tájléptékű, egy nagyobb léptékű együttműködésről szól, és, és a Naturpark területén lévő szakembereket pedig például előadóként, vagy a műhelybeszélgetések résztvevőinként igyekszünk behozni, tehát például most itt az óvodai vonalon, például a, a lengyel annafürdői kollégákat is meg fogjuk a legközelebbi alkalommal hívni, akik, akik, rengeteg óvodással dolgoznak ott lengyel Anna fürdőn. A most kialakult programot egy végső formába is szeretnék önteni, amely a többi naturparkot is segítheti. Ennek a bemutatására késő ősszel egy konferenciát is szerveznek a témában.